Folytatjuk a félórás politikusi vita értékelése. Következik Magyar Kornéliával, a Magyar Progresszív Intézet igazgatójával és Novák Zoltánnal, a Méltányosság Politika Elemző Központ projekt igazgatójával. Jó estét kívánok! Jó estét. Ugye kövér bagatelizál, nincs országos tétje a tapolcai választásnak, Orbán meg oda megy kampányolni. Ki mit nyerhet, és ki mit veszthet Tapolcával? Az önök véleménye szerint kinek a legnagyobb a tét Tapolcát illetően? Tulajdonképpen mindhárom félnek elég nagy a tét, én úgy érzem, sokkal nagyobb, mint egy időkori. Mindhárom fél az a Fidesz, a Jobbik és a baloldali jelölt. Így van. Elég egyszerűen össze lehet foglalni, hogy kinek mi a tét egyébként. Tehát nyilvánvaló módon a Fidesznek az a tét, hogy meg tudja törni azt a fél éve tartó negatív szériát, ami kísérti az elmúlt időszakban. Mm-hmm. Tehát ő számukra ez a tét, és ez nem kis tét egyébként. Az MSZP számára, illetve a baloldali ellenzék számára ugye az a tét, hogy be tud-e verni még egy szöget a kétharmad koporsójába. Egyébként erről majd később beszélhetünk, de ezt a tétet nem sikerült asztalra tenni, én azt gondolom ebben a kampányban. Igazán. A Jobbik számára pedig az a tét, hogy ők egy pozícióváltásban vannak, tehát szélről jönnek be középre, egy elég nagy váltást próbálnak meg kivitelezni, és ennek a váltásnak a közepén tartanak körülbelül, és hogy ezt tesztelhetik, hogy tulajdonképpen hol tartanak e tekintetben, hogy milyennek a hatásfoka. Amit a vitából érdekes volt, az kampánytechnikai szempontból az, hogy nagyon jól megmutatkozott az, ami az egész kampányra jellemző volt egyébként, hogy itt a felek, egy ilyen sajátos kampánytrigonometria alakult ki, és a felek ilyen háromszögbe verődve a másik kettővel akarják diszkreditálni, lejáratni az ellenfeleket. Tehát a másik kettőt próbálják meg egy kalap alá hozni. És azzal, ezzel, hogy a Fidesz nem jött el ma este, ezzel most kimaradt ebből, majd beszéljünk erről is, mert ez is érdekes, hogy ez hoz a konyhára, vagy visz inkább. Bocsánat, Kornélia. Én annyi kiegészítést még tennék itt az előbbi latolgatáshoz, hogy szerintem az MSZP és a DK jelöltje számára, így a két ellenzéki párt számára, de főleg az MSZP számára az óriási kérdés, hogy a tét az az, hogy második erőként tud-e végezni a Fidesz mögött adott esetben. Tehát szerintem az MSZP számára elsődlegesen nem az a fontos, hogy ő most ezt a mandátumot elvédje, ez természetesen szuper lenne, és biztos nagyon örülnének, és akkor ezzel még nagyobb önbizalmat tudna nekik adni, de valójában az is egy tét, hogy a Jobbik nem előzi-e meg az MSZP-t. Mert hogyha ebben a körzetben ez megtörténik, akkor kialakulhat az az értelmezési keret, ami akár 2018-ig is eltarthat, hogy itt valójában a Jobbik és a Fidesz küzd a hatalomért, tehát hogy a Fidesznek a Jobbik az igazi alternatívája, kihívója, ezt egyébként Z. Kárpád Dániel itt ebben a vitában el is mondja, ugye volt egy ilyen mondata, hogy hát itt ez a harc, ez tulajdonképpen a Tapolcáért, majd Tapolca név alatt futó egyéni választókerületért folyó harc, az valójában a két párt közötti küzdelem. Ha a Jobbik befut, akkor a Jobbik triumfál, ugye erről beszélt. Mi van akkor, hogyha nem? Tehát, hogyha kiderül, hogy mindaz a Jobbiknak mindaz az előretörése, aminek az elmúlt hónapokban tanúi vagyunk, az egy lufi. Hát pontosan ez derülhet ki, hogyha valójában választási szituációban és nem egy közvéleménykutatási kérdésre kell válaszolni, akkor mégiscsak a Fideszre húzzák be adott esetben a voksukat ezek a választók. Biztosan van egy ilyen réteg, amelyik vacillál, hogy hova is álljon. Csalódott már a Fideszben, itt van ez a Questor ügy, ezért ebben ez meglehetősen rápakolt arra a negatív trendre, ami augusztus óta, vagy mondjuk szeptember óta tart a Fidesz házatáján. És én azt gondolom, hogy hát ez a momentum lehet az a Jobbik számára, amit igazán kritikus, hogy ezt most ki tudja használni, avagy sem. Ez tényleg egy olyan dobbantó lehet a Jobbik életében, amikor beigazolódhat az, hogy ez a, hát én nem azt gondolom, hogy nem mérséklődik a Jobbik, én itt ebben azért vitatkozom, hanem egy olyan politikai kommunikációs kampányt folytat, egy mérsékeltem arcot próbál mutatni. Mérsékelt az, hogy mert azért a háttérben, hogyha megnézzük, tehát az eredetit megnézzük a Jobbiknak, és számtalan, mint még a finanszírozásának a kérdését is azért érdemes lenne persze felvetni, ott azért kritikus kérdések is felmerülnek. Szóltam? A Jobbik szempontjából én szerintem ez egy nagyon jó teszt terep. Itt egyébként a maga az egyéni választókerületi kampány az nem kedvez a Jobbiknak, de ez egy jó, számára kedvező terep, ez a választókerület egyrészt.
Másrészt meg egy olyan kedvező helyzetben van most a Jobbik, hogy ez a pozícióváltás egy ilyen köztes állapotban van, tehát most még nem akkora a telpesz, hogy elveszítsen jobbról, tehát jobb szélről szavazókat, viszont nagyon sokat a Fidesz leszakadó bázisából be tudott húzni, ez látszik az adatokból, és most megnézheti, hogy működik-e ez a modell. Tehát én szerintem ez az igazi tétje a Jobbik számára. Szerintem az nem kétséges, hogy a Jobbik néppárttá akar válni. Tehát, hogyha megnézzük a pártközpont által kiadott nyilatkozatokat, ha végigolvassuk, vagy végighallgatjuk a pártvezető évértékelőjét, akkor egyértelműen látszik a pártvezetés szempontjából egy olyan szándék, hogy tulajdonképpen bejönni a centrumba, és a centrumon belül akár balról előzve a Fideszt ott felvenni a versenyt, és váltópárti státuszt kiharcolni. Tehát számukra nagyon fontos, hogy itt hogyan néz ki. Nem is az, hogy győznek-e, hanem hogy hányadik helyezést érnek el, az fontos a Jobbiknak ebben a választókerületben. Ha megnézzük a hosszúhajú liberálisból indult és már a kereszténydemokrata politikussá vált Orbán Viktort, akkor ez egyáltalán nem biztos, hogy ördögtől való ötlet ezt a politikai pályát bejárni. Igen, egy kritikus pontja van ennek, és Kornélia is erre utalt, hogy azért ezt a pozícióváltást nem olyan egyszerű megtenni. Egyrészt azért, mert lesz egy szakadás, tehát egy idő múlva az, hogy a centrumba bejönnek, akkor jobb szélről le fog szakadni egy szelet, és az nagyon kérdéses, hogy az mekkora szelet, és hogy ott mi jön létre a helyén. Egyrészt. Másrészt meg van azért egy tagság, amely tagságnak a visel dolgairól folyamatosan csemegészhetünk a sajtóban. Tehát azt gondolom, hogy ezt a pozícióváltást egy tagságtisztítással lehet csak kivitelezni, és per pillanat úgy tűnik azért, hogy a Jobbik ezért ezt a pozícióváltást annyira azért nem gondolja még komolyan, hogy adott esetben úgy reagáljon ilyen típusú botrányokra, hogy a párton kívül lehelyezi ezeket a figurákat. Ugye csak spekulálunk, de mi van akkor, hogyha a Fidesz elveszíti a tapolcai választásokat? Ugye azt lehet látni, hogy a Fideszen belül most azért komoly törésvonalak jelentek meg. Ezt a talán túlzás erjedési folyamatnak nevezni, de nem jut most jobb kifejezés az eszembe. Miként változtatja meg, miként katalizálja, vagy egyáltalán változtat-e rajta az, hogyha Tapolca is elveszik, tehát hogyha a Fidesz sérthetetlensége Veszprém után Tapolcán is bebizonyosodik? Én azt gondolom, ez mindenképpen erősíti ezt a folyamatot. Szerintem ez egészen egyértelmű, hogy ugyan... Belső ellentétek fel fognak még jobban erősödni? Hát valószínűleg a belső ellentétek is felerősödhetnek. Azt gondolom, hogy ezek a harcok, amit így, ugye ez nem Orbán Viktor székért folyik a háború, azért az egészen világosan látszik a Fideszen belül, hanem egyen lejjebb vagy kettővel lejjebb lévő szinteken feszülnek egymásnak a különböző érdekcsoportok. Abba biztos vagyok, hogy ezt a típusú mozgást ezt tovább fogja erősíteni. Már csak azért is, mert ugye Veszprém kapcsán azért azt elmondhatjuk, hogy ott, mintha elaludt volna a Fidesz. Tehát ott nem látszott az, hogy olyan borzasztóan megerőltették volna magukat, bár én élek azért a gyanúperrel, hogy a Fidesz sohasemmit nem bíz a véletlenre, van egy nagyon jól bejáratott kampány és választási gépezete, jól tud mozgósítani, tehát valószínűleg ott is megpróbálták, tényleg szembesültek azzal, hogy hát ilyen pillanatban az a helyzet, hogy a saját választótáboruk, vagy a szavazótáboruk az egész egyszerűen annyira csalódott, hogy lefeleződött Veszprémben az a választótábor, ami korábban volt. Most a Polc esetében ugye már az évértékelőjében Orbán Viktornak, ugye ez egy nagyon fontos üzenet volt, hogy jó reggelt Magyarország, ébresztőt fújt, hogy akkor itt valamit tenni kell a Fidesznek saját táboron belül, és én azt feltételezem, hogyha ez nem segített, és hogyha nem segítettek azok a politikai lépések, amit az utóbbi időben tett, ami nagyon világosan látszik, hogy ideológiailag nagyon telített. Tehát például a vasárnapi zárvatartás az tipikusan az az ügy, amit én azt gondolom, hogy azért vetett be a Fidesz-KDNP páros, hogy egy olyan témát adjon, amihez lehet viszonyulni pro és kontra nagyon intenzíven. Tehát, hogy valami, ami a tábort egybe tartja, újra összerántja, valami ilyen témát igyekezett neki adni, és a Tapolca valójában ennek is a tesztje, hogy ezek a módszerek, ezek sikerülnek. 20 másodpercünk marad, Zoltán.
Én kicsit másképp látom, szerintem Veszprémben a saját mérései alapján a Fidesz látta, hogy nincs nagy esély, és nem tette igazán bele magát. Itt nem nagyon volt más választása, mint hogy sokkal erősebben, és ezt látjuk is, hogy gyakorlatilag a teljes Fidesz vezérkar és a kormánytagokkal együtt megspékelve részt vesz a kampányban. Itt megpróbálják a maximumra futtatni a teljesítményüket. Miközben a polca sokkal nehezebb, mint Veszprém. Diszkrét jelzést kaptunk, hogy letelt a műsoridő. Köszönöm szépen a beszélgetést önöknek, meg köszönöm a figyelmet. Mához egy hét múlva találkozunk, de addig is kapcsolatot találnak velünk. doku@atv.hu vagy fenn vagyunk a Facebookon. Friderikusz Sándor műsora következik. Viszontlátásra!